A digitális jeltovábbítás fő előnyei, hogy javul a kép minősége, és az eddigi három helyett 7 csatornát nézhetünk ingyen, több nyelven. Valamint megállíthatunk vagy rögzíthetünk is egy-egy műsort. Aki kábelrendszeren átnézi a műsorokat, annak most nincs teendője. Aki viszont antennával, annak igen. Ha nem kívánt tévékészüléket cserélni, akkor ilyen kiegészítő eszközt, ilyen set-top boxot kell vásárolni, ami alkalmasá teszi a régi tévékészüléket arra, hogy lehessen ilyen több műsort fogni. Ha pedig arra gondol az illető, hogy megjelent egy tévécsere otthonában, akkor érdemes olyan tévékészüléket vásárolnia, ami már alkalmas földfelszíni vételre digitális módon, és itt nem kell set-top box, és akkor gyakorlatilag maga a tévékészüléken valószínűleg már HD minőségben fogja tudni nézni ezeket a műsorokat. Ehhez azonban legtöbbször új antenna is kell, legalábbis ha a legjobb minőséget és a legtöbb csatornát akarjuk elérni. A magyar adókat ugyanilyen átalakítással lehet csak majd nézni a Vajdaságban vagy Romániában a határ túloldalán is. Románia és Szerbia egyelőre nem áll át a digitális sugárzásra. Aki július 31-e után is nézni akarja az ottani analóg adást, annak csak meg kell osztania az antennakábelt, és mindenféle adást nézhet. A szociálisan rászoruló kérhetik, hogy a hivatal ingyen szerelje be náluk a set-top boxot és az antennát. Szegeden ezt eddig 703-an kérték. Az analóg lekapcsolást követő 30. napig fogadunk el még ilyenfajta kéremeket, és bíráljuk is el. Tehát még nem késtek le, akik ilyen rászorultságba tartoznak, ezt a szociálisan rászorulti körbe, ők mindenképpen jelezzék a hatóság ugye zöld számán, hogy ők, vagy ügyfélszolgáltán is akár, hogy ilyen igényest nyújtanának be. A Városi Televízió Szeged fölkészült a változásra. Fontosnak tartjuk, hogy műsorunk minél több háztartásba a lehető legjobb minőségben eljusson. Cégünk a médiatanács pályázatán csak nem 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az átállás költségeire. Most a tervezés és az engedélyezés folyik. A változásokról nézőinket tájékoztatni fogjuk.